Üllön a Városház galériában egy különleges fotokiállítás nyílt meg. Az isaszegi fotós egylet, amely 2021 májusában alakult meg dr. Székelyné, Opre Mária vezetésével, most egy csereprogram alapján mutatkozott be Üllön. A kiállítást Gera Béla Miklós nyitotta meg, közreműködött Timár Johanna, Kis Viktória és Gyöngyösi Szabó Viktor Gábor is. Ez a kiállítás úgy jött létre, hogy az isaszegi művelődési ház igazgatónője és itt az üllői polgármesteri hivatalban dolgozó Gera Béla egy ilyen csere kiállítást szerveztek a két intézmény között. Isaszegen most látható a művelődési házban a Gera Béla festményeinek a bemutatója. Isaszeg pedig úgy mutatkozik be Üllőn, hogy az isaszegi fotós egylet kiállítását a Barangolásaink a természetben címmel hoztuk el. Hány képet látunk, és hány fotósnak az alkotását látjuk most itt majd a folyamán? 15 fotósnak az alkotása látható a falon, mindenkitől két-két fotó. Ez a téma most azért sikeredett így, mert a fotós társak többsége természetfotózással foglalkozik. Így sem volt könnyű a kiállítás anyagának az összeválogatása, de végül is hát ez a végeredmény, amit itt láthatunk a falon. Változatos a tagságunknak a létszáma is, a nyugdíjasoktól az általános iskoláskorú a legfiatalabb tagunk, de a képzettséget illetően is vannak köztünk profi fotósok, Budapesti Fotósiskola tanára többek között, különböző nemzetközi elismerésekkel rendelkező fotóstaktársunk is van, és természetesen amatőr fotósok, akik kedvtelésből, hobbiból fotóznak, és van egy néhányunk, aki ebből él meg. De van olyan fotóstársam, aki hát paralimpiákon fotózott Rióba és más helyeken is, tehát ő a sportfotózás terén kiváló, azon belül is a pingpongozás fotózását nagyon-nagyon tudja, és van olyan fotóstársam, aki amellett, hogy nagyon szereti a természetfotózást és a természetet, de esküvői fotózásokat is vállal és készít, illetve családi és egyéb ilyen fotózásokat. És hát természetesen, hogy mivel Isaszegen élünk, és hát nagyon élőek a hagyományoknak az ápolása településünkön, így általában igyekszünk részt venni azokon a rendezvényeken, ahol fel is kérnek bennünket a fotózásra, vagy egyáltalán csak kedvtelésből, például most lesz nem sokára az isaszegi csata április 6-án, annak a megünneplése, tehát ezekről általában készítünk felvételeket. Mikor és milyen célból alakult az egyesület? Hát az egyesületünk harmadik éve, 2021 május végén alakult. A művelődési ház igazgatója kért fel engem, hogy nem lenne kedvem egy ilyen csoportot létrehozni, és végül is úgy tűnik, hogy
hogy sikeresnek bizonyult ez a szervezés, mert nem vagyunk ugyan sokan, de nem az a cél, hogy tömegesen legyünk jelen a csoportban, akik vagyunk. Tulajdonképpen mondhatom, hogy ez alatt a rövid idő alatt egy baráti társaság lettünk, és segítjük egymást szakmailag, barátilag, fotóstúrákat szervezünk valahol, ahova többen el tudnak menni és részt tudnak venni, de ha két-három fotós összefog és úgy mennek el fotózni, már az is nagyon szép eredmény. A mai videós világban mondhatnánk így, milyen helyet foglal el maga a fotó? Hát én azt gondolom, hogy a fotó is a művészetek sorában foglal helyet. Mi is a fotózások alkalmával törekszünk arra, hogy ne csak egyszerű dokumentáris jellegű fotókat készítsünk, hanem például ugye most, ha itt a természetfotózásnál maradunk, akkor például egy gombát vagy egy virágot is le lehet úgy fotózni, ahogy nem egyszerűen csak telefonnal odáll valaki és kattint egyet, hanem igen, azt meg kell alkotni, ott nagyon-nagyon sok összetevője van annak, hogy egy ilyen művészi fotót elkészítsen az a fotós, aki ért hozzá, megvan a szakmai tudása, megvan a technikai felszereltsége, és hát megvan a kitartása és az akarata, mert ahhoz, hogy egy madarat ilyen formával a falra tudjunk tenni, ahhoz nagyon sok időt ott kell tölteni például egy madárlesben, ugye megfigyelni, kivárni azt a pillanatot, és én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon sok művészi értékű fotót látunk itt is a falon. Meddig látható a kiállítás? Egy hónapig biztos, úgy gondolom, de az is lehet, hogy tovább, ezt még nem pontosítottuk igazából.